700 ezer forint. Ennyibe kerül ez a felsőbb kategóriás kerékpár az egyik nyíregyházi szaküzletben. Az ilyen értékű vagyontárgyak megóvására érdemes nagyobb figyelmet fordítani. A jelenleg kapható, egyik legnagyobb biztonságot nyújtó lakat közel 30 ezer forintba kerül, de már harmad ennyiért is lehet erősebb zárat kapni. Bár tény, hogy az igazán felkészült tolvajok ellen nincs az a lakat, amelyik 100%-os védelmet nyújtana. Évente még mindig közel tízezer kerékpárt lopnak el Magyarországon, de ez a szám évről évre csökken. Egyre többen regisztrálják ugyanis két a rendőrség BikeSafe nyilvántartási rendszerébe. Ehhez a szakemberek lefotózzák a jelentkező kerékpárját, rögzítik a jármű egyedi jellemzőit és a tulajdonos adatait. A regisztrált biciklit végül egy matricával látják el, amely jelzi, hogy a bringa már szerepel az adatbázisban. A kezdeményezés célja, hogy lopás esetén a jelölés segítse a keresett kétkerekű azonosítását, vagy a megtalált bicikli tulajdonoshoz történő visszajuttatását. Lopás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget a 112-es segélyhívón. A megelőzés céljából fontos tanács, hogy a kerékpáron ne hagyjon értéket a tulajdonos, és mindig jól látható, forgalmas helyen hagyja a biciklit magas biztonsági szintű, több ponton is rögzített lakattal.